és Szabó Gábor következnek szintén VFTS-sel, akik szintén a 14-es géposztályban érintettek, hogy számukra kicsit sikeresebben végződött ez a hétvége, hiszen a géposztály második helyén érkeznek célba, jogos a taps. Kérlek, mesélj, hogy mi történt veletek. Hát nem indult jól a verseny, mert első gyorsokat a legyeket, különböző technikai problémák voltak. Szóval technikai gondolat, hogy leugrottatok az útról? Nem, az már másnak volt. Persze, a vezetésnek nagyon jó volt. Kimentjük, hogy bokor alá, visszakadultunk valahogy. Itt vagyunk. Benne van? Persze. Hogy tetszett egyébként, hogy tetszettek a pályák, mennyire volt adás? De én nagyon így mentem ezt, hogy 2007-ben mentem utoljára. Viszonylag jó pályák voltak, tetszettek. Folytatás? Hát, kosszabb neki, közel van neki. Gratulálunk, és már is jöjjenek a serlegek, hiszen a géposztály második helyért járnak serlegek is, amelyet Pénzes Zsolt szakágvezetőtől vehet át Kovács Zoltán és Szabó Gábor, akik tehát a 14. géposztályban a második helyen zártak, abszolútban pedig a 25. helyen a VFTS-sel, és a Lada kupában pedig a második helyen.